És folytatjuk is az egyenes beszédet Pitz Dániellel, aki a Sétáló Budapest szóvivője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Így szerintem nem fogják beazonosítani a mi nézőink még egyelőre, mert hogy Puzsér Robert programját hívják Sétáló Budapestnek, de hogyha azt mondom, hogy Puzsér Robert szóvivője, akkor így azért már egyértelműbb a feladata, és elárulom önnek azt, hogy amikor kiderült így házon belül meg a promókból, hogy ma este kik jönnek ide, akkor azért sokan visszakérdeztek nálam, hogy Puzsér Robertnek már szóvivője van? Hát van. Miért van és mióta van? Hát tulajdonképpen nem régóta van Puzsér Robertnek szóvivője, és azért lett neki szóvivője, mert azt láttuk, hogy bármelyik médiaorgánumhoz megy el, mindenhol elkezdik őt karaktergyilkolni. És egészen addig, ameddig nem fog szóba kerülni a Sétáló Budapest program, illetve vannak egyes elemei, addig egész egyszerűen nem Puzsér Robert, hanem vagy én, mint szóvivő, vagy más szakértő fog eljönni és fog beszélni a programról. Vagy próbálunk a programról beszélni. Na, de ennek van egy olyan olvasata, hogy akkor Puzsér Robert nem tudja megvédeni a karakterét, meg a programját? És önt küldi maga helyett? Hát nem irigylem. De meg tudja védeni saját magát is. Akkor. De egész egyszerűen nekünk az a célunk, hogy csak és kizárólag a Sétáló Budapest programról beszéljünk. De amikor legutóbb is például itt volt Puzsér Robert, akkor antiszemitizmussal vádolták, meg rasszizmussal, de egész hát a kijelentéseivel szembesítették. Hát, ilyen ez a show business. Lehet, de mi a Sétáló Budapest programról szeretnénk csak és kizárólag most beszélni, mert úgy tartjuk, hogy ez a legfontosabb. Hát szóval azért az van, hogy azért nyilván ön is olvasgatja Puzsér Robert honlapját, meg a Sétáló Budapest honlapját, és ott azért ő dobja föl a magas labdákat, amikor kiosztja a riválisait, meg a többi ellenzéki pártot, tehát hogy azért ő se csak a Sétáló Budapestről posztolgat. Valóban nyilván a hát Puzsér Robertnek megvan lehet arról kérdezni? Lehet arról kérdezni, de amikor a Sétáló Budapest... Csak nem jön el, hogyha másról kérdezni? Nem, de mi itt ezekben a adásokban csak és kizárólag a Sétáló Budapestről szeretnénk beszélni, mert nekünk az a víziónk... Ön is, vagy csak ő? Mert most több eszem egybe beszélt. Ő is, én is. Mert nekünk az a fontos, hogy tényleg a választóknak egy jövőképet adjunk, egy víziót. Mert nekünk az, az az állításunk, hogy a jelenlegi ellenzék a bukott baloldallal együtt azért tartott, ahol, és azért nem lehet a Fidesz legyőzni, mert egész egyszerűen nem víziót kínálunk. Mindig reflektálunk valamire, mindig beszélgetünk valamiről, de sose kínálunk egy olyan elképzelhető víziót, hogy milyen is lehetne az ő jövőjük. Hát igen, csak hogy ugye Puzsér Robert az, aki olyanokat nyilatkozik, most legutóbb kedden Pécsett, hogy először ellenzéket kell váltani, utána lehet kormányt váltani, vagy máskor vagy a Facebook oldalán pedig azt írja, hogy ha a régi baloldal beáll a centrum mögé, a nemzeti együttműködés rendszere akkor lesz legyőzhető. Tehát ilyeneket ő mond. Most akkor erre azért kérem, hogy reflektáljon mondjuk arra, hogy mi a centrum. A centrum az az, hogy se nem jobb, se nem baloldal. A centrum ezen két vízió fölött áll, és mi azt szeretnénk, hogy tényleg egy olyan politikai közösség jönne létre, ami az elmúlt 30 évet maga mögött hagyva, tényleg egy teljesen új politikai kultúrát alakítanak ki itt Magyarországon. Ha jól értem, akkor ez egy olyasmi lenne, ami integrálja a baloldalt, a jobboldalt, e fölött el úgy fogalmazni. Így van, és ugye Puzsér Robert, amikor először kiállt és bejelentette a főpolgármester indulását, akkor el is mondta, hogy például várja támogatónak az LMP-t, a Jobbikot, meg például a Momentumot is. Ők ugye nincsenek egy politikai platformon, mégis mindegyiket várja. Igen, csak az a probléma, hogy ha ez a cél, akkor viszont Karácsony Gergely az, aki ezt az integratív víziót fel tudja vázolni. Ugye nyilván ön is olvasta az Elvec Research kutatását, amiből az derült ki, hogy Karácsony Gergely érne el 43%-ot Tarlós Istvánnal szemben, Puzsér Robert csak 19%-et. Tehát mintha nem ő lenne ennek a víziónak a legjobb megtestesítője a közvéleménykutatások szerint. Én nem szeretnék a közelmi kutatásokra hagyatkozni, ugye azt is látok, hogy például 2014-ben minden közelmi kutató azt jósolta, hogy az LMP ki fog esni a parlamentbe. Parlamentből ehhez képest viszont bejutott, tehát hogy a közelmi kutatásokra nem mindig lehet alapozni. Hát nem, de egyébként hogy meg ott... a programnak a bemutatása még csak most fog elkezdődni. Tehát még nem is nagyon kezdődött el a kampány, hogy szerintem ezeket érdemes lenne később megmérni, vagy adott esetben az előválasztás második fordulóját megtartani, és akkor tényleg kiderül, hogy mit gondolnak a választók. Az tény, hogy az LMP bejutott, de azért nem akkora arány, tehát arány különbség volt a mérések között, mint itt a 43-19. Valóban, de megszáfolták a közelmi kutatásokat. Azt mondta, hogy például a Momentumra is számítanak, megint a főnökétől idézek. A Momentum mozgalom inkább olyannak tűnik, mint egy kamu profil a Tinderen, trendi klisékből áll. Hát így szerezzen az ember magának szövetségest. A Momentum, amikor létrejött, akkor azt mondta, hogy az elmúlt 30 év politikai elitjét szeretné leváltani.
Most pedig azt látjuk, hogy önkormányzati helyekért, akár az MSZP-vel, akár a DK-val is hajlandó dílelni. Ez pedig nem azt jelenti, hogy ők le akarnák váltani az elmúlt 30 év politikai elitjét. Természetesen, ha a Momentum meggondolja magát, és ezt a fáklyát újra felveszi, amivel ő elindult, akkor mi örömmel várjuk őt. De ha mégis így döntetek, akkor pedig a szavazóit várjuk nagy szeretettel. Hát igen, emiatt vádolják azzal mondjuk ezt az elgondolást, hogy akkor ezek szerint Orbán Viktor hatalomban tartása az fontosabb, mint hogy összefogni ellene. Mi mindenkit várunk Puzsér Robert mögé, tehát természetesen. Na jó, csak ugye, tehát hogy Puzsér Robert mit tett le az asztalra eddig, hogy azt mondják, hogy ő a centrum? Hát akkor ennyivel azt is megkérdeztük, hogy Karácsony Gergely mit tett le az asztalra. Mondjuk őt megválasztották polgármesternek. Hát megválasztották polgármesternek, de azért 2014-ben ő kettő ígéretet tett, hogy mi lesz, amikor megválasztják polgármesternek. Az egyik az volt, hogy leszereli a Papcsák Ferenc által felszerelt forgóvilágat a polgármesteri hivatalban. A másik pedig az volt, hogy abban a mosdóban, ami a polgármester irodájában van, abból pedig egy korrupciós múzeumot fog nyitni. Ezek nagyon-nagyon kis alap, apró ígéretek, mégsem tudtam megvalósítani. Tehát akkor Karácsony Gergely, jól értem a legfőbb kifogásuk Karácsony Gergely eszemben, hogy a mosdóból nem nyitott korrupciós múzeumot? Az, hogy hiteltelen. És az, hogy most nyitott egy 100 napos merjünk nagyot hazudni kampány, ettől ő még nem lesz egy hiteles politikus. Akkor lenne számunkra hiteles és elfogadható jelölt, hogyha az, amit ígért, az beváltaná. De egyébként akkor arra is rátérhetnék, hogy Karácsony Gergely néhány évvel ezelőtt még azt mondta, hogy sokkal jobban utálja a szocikat, mint mondjuk a Fideszt. Ehhez képest most pedig láthatjuk, hogy az MSZP mögé beállva indul főpolgármester jelöltként. Hát nem az MSZP mögé csak, hanem várnak ők is mindenkit. Ők is várnak mindenkit, amikor például azt látjuk, hogy az előválasztás körül milyen mizéré van, akkor azért egy kicsit nehezen hisszük el. Hogyha azt kérdezem meg, hogy a Puzsér Robert kampányát kitámogatja, és miből lesz rá pénz, akkor most én posztbolsevik, vagy nerssevik sajtómunkás leszek? Egyik sem, de el tudjuk megint árulni. Megint idéztem. Igen, de azt el tudjuk árulni, hogy Puzsér Robert kampánya közösségi finanszírozásból fog megvalósulni, és senkitől nem fognak elfogadni 100 000 forint értéknél nagyobb adományt. Ez már megy ez a kampány, ugye? Nem, még nem indult el ez a kampány, tehát hogy ez a adománykampány majd a később ki lesz ez a korrupció ellenes szervezet, akit felkérnek ennek az átláthatóságnak a biztosítására, mert ugye ez is ígéret. Így van, igen. Ezek kapcsán még mennek a tárgyalások, majd ha lesz végleges megállapodás, akkor azt kezelni fogjuk. Ha nem megy még a kampány, akkor ön, mint szóvivő, már ne haragudjon, nem akarok a zsebébe turkálni, de így társadalmi munkában végzi ezt a feladatot? Tehát én is, és még nagyon sok aktivista. Sőt, elmondhatom, hogy minden aktivista Puzsér Robert mellett ingyenesen végzi ezeket a tevékenységeket. Egyébként egy kommunikációs szakembernek tényleg azért van önre szüksége, hogy ne karaktergyilkolják? Ez egy picit ellentmondásos, nem? Szerintem nem ellentmondásos. Puzsér Robert végzi az ő munkáját a maga szakmájában, és azért, hogy tényleg megpróbáltuk megkísérelni azt, hogy tényleg a sétáló Budapest víziójáról beszélgessünk ezekben a műsorokban. Majd ha eljön ennek az ideje, akkor nyilván nem is szeretném, hogy ne jöjjön el ennek az ideje, úgyhogy olvastam is a forgalomcsillapításra vonatkozó részt a vitairatukban, és nem teljesen értettem, hogy amikor azt mondják, hogy a sétáló vezet, ahová ugye nem hajthatna be autó, és utána a behajtási díj bevezetésének teljes politikai felelősségét vállalja a leendő főpolgármester, ez oké. És utána elvárják, hogy a kormány pedig vállalja azt, hogy forrásokat ad a korszerű járműbeszerzésre, a hálózatfejlesztésre, meg a P+R parkolólendszer létesítésére. Igen. Hát ez így könnyű, hogy én vállalom a politikai felelősséget, és minden mást feltételnél megmutogatok a kormányra. De olyanokat felelőtlenséggel vállalni, amit a főpolgármesteri hivatal nem tud megvalósítani. Hát olyat nem is fogunk olvasni a Sétáló Budapest programjában. De akkor ez így nem fog megvalósulni, amit ígérnek. Meg kell próbálni. Tehát én Puzsér Robertként elhiszem, hogy tűzzel vassal fog harcolni azért, hogy ez a vízió megvalósuljon, míg egyébként Karácsony Gergely ugyanezt nem tudjuk feltételezni. Hát egyik se volt még főpolgármester. Nem, egyik se volt főpolgármester, meglátjuk, hogy... De úgy látja maga előtt, hogy megszavazzák mondjuk Puzsér Robertet főpolgármesternek, és akkor oda megy Orbán Viktorhoz, vagy a pénzügyminiszterhez, és kapja majd járműbeszerzésre, meg P+R parkolóra a pénzt dögivel? Igen, erre szükség van, tehát olyan szükség. Azt értem, hogy szükség van, de ebben mennyi a politikai racionalitás ebben a feltételezésben? Nyilván a Fidesznek se érdeke, hogy a főváros leépüljön. Tehát az Európai Környezetvédelmi Ügynökség kimutatta, hogy csak Magyarországon
2015-ben több mint 14 ezeren haltak meg hamarabb a levegőszennyezettség miatt. Nyilván ez ellen szükséges tenni. Másrészt az, hogy erre lesz-e forrás, vagy nem lesz forrás, azt mondom, hogy valószínűleg lesz erre forrás, ugyanis a levegőszennyezettség miatt már most is büntetést helyezett kilátásba az Európai Unió. Ráadásul van egy másik büntetés, ugye a 4-es metró támogatásának egyik. De most egy Fidesz által támogatott főpolgármester sem tud ebben előrébb jutni, akkor egy ellenzéki hogy tudna, aki egyébként felteszi a kezét, mondván, hogy ez majd a kormány felelőssége lesz, hogy kapunk-e pénzt, paripát, fegyvert. Mi azt nem látjuk, hogy a háttérben milyen tárgyalások mennek Tarlós István és a kormány között, de mondom, Puzsi Robert mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezek a források megszerzésre kerüljenek, és amit leírunk a Sétáló Budapest programban, azok megvalósuljanak. Beszéljünk még erről a bizonyos regisztrációról, mert ugye itt összeakadtak a felek, igen, személyes vagy online, vagy milyen regisztráció legyen. Ugye itt felmerült a napokban, hogy az ügyfélkapu lehetne a közös halmaz. Ez elfogadható önök számára? Számunkra ez abszolút elfogadható, ez ugye már a napjainkban is működik, hogy aki az ügyfélkapuval hitelesíteti az adott űrlapját, vagy az a ügyfélkapun írja alá elektronikusan az űrlapját, akkor az olyan, mintha személyesen megjelent volna, és saját maga írta volna alá alapot. Tehát ez számunkra abszolút elfogadható. Ez egy ellenőrizhető rendszer, úgyhogy ha ez megvalósul, akkor természetesen állunk elébe az előválasztás második fordulójának. Van ez az 50 ezres szám, ez még mindig él? Ez még mindig él, így van, de hát azt láthattuk az előválasztás első fordulójából, hogy 34 ezeren mentek el. Tehát teljesen reális, hogy a második fordulóban akár több mint 50 ezer részvevője lesz ennek az előválasztásnak. Mindenkit kortól, nemtől, pártszimpátiától függetlenül bíztatnak arra, hogy vegyen részt? Természetesen, sőt, ezért is szeretnénk az online szavazást bevezetni, mert ugye a fiatalok javarészt az internetet használják, hogy ők is tudjanak szavazni. Ráadásul ugye pont nyár közelettével lesz az előválasztás második fordulója, amennyiben megvalósul. Nyilván, aki nyaralni megy, az is tud megy. Igen, csak azért kérdeztem szavazni a kort, mert például, amikor Karácsony Gergely mellett kampányolt Bálint gazda, akkor Puzsér Robert ezt úgy fordította le, hogy a politikai gerontofília kategóriája. Miért is? Ha valaki beáll és kampányol valaki mellett azért, mert idős, az miért probléma? Nekünk nem azzal van a probléma, hogyha valaki véleményt formál nekünk, inkább azzal van a probléma, hogy Karácsony Gergely most elsősorban csak az időseket mozdította meg. És az előválasztás nem arról szólt, hogy adott esetben egy-egy nyugdíjas el tudja képzelni, hogy ő milyen unokát szeretne saját magának. Hogy nyilván Karácsony Gergely nagyon magas, szépen mosolyog, de nyilván az előválasztás nem erről szól. Kicsit lenézi a nyugdíjas szavazókat. Nem nézem le egyáltalán a nyugdíjas szavazókat, sőt, nagyon sok politikai elképzelése Karácsony Gergelyről, csak hogy jó lenne a lányának? Nem, én azt állítom, hogy az előválasztásnak az lett volna az értelme, hogy víziókat ütköztessenek egymással. Hát volt 3 vagy 4 vízióvita. Hát azért abból még nem nagyon tudtuk elképzelni, hogyha bármelyikőjük főpolgármester lesz, akkor másnap mi fog történni a fővárossal. Na majd azért nézzük meg, amikor Puzsér Róbert adja elő a vízióit ugyanezekben a vitákban. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.